A Dom téren felállított színpadon zenés-táncos megemlékezés ünnepi beszédek hangzottak el Pécsen. Péterfi Attila polgármester köszöntőjében többek között arról is beszélt, hogy augusztus 20-a hagyományosan az első kenyér ünnepe is, ugyanis az első aratás után ekkor sütnek először kenyeret. Máger Róbert püspöki irodaigazgató, székesegyházi plébános az ünnep alkalmából azt is elmondta, hogy Szent István király ünnepe nagyon gazdag számunkra, olyan ünnep, amiből mindig meríthetünk. Szent István király milyen alapokra helyezte ezt a népet, ezt az országot. Ezt gyakran kiszoktuk hangsúlyozni. A katolikus liturgiában ilyenkor Jézusnak a sziklára épített házról szóló példabeszédét olvassuk föl, amely arról szól, hogy az okos ember a házát sziklára építette, hiába jött a zápor, az ivatar, nem tudta elfújni, nem tudta tönkretenni ezt a házat. Természetesen itt átvitt értelemről van szó, hogy a hazánknak, a nemzetünknek, az életünknek, a családjainknak mi az alapja. Szent István király tudta, hogy a keresztény hitre kell ezt alapozni, és jöjjön bármilyen kor, jöjjenek nehézségek, bármilyen történelmi katasztrófa. A keresztény hithez való ragaszkodás az megőrzi az egyéneket, megőrzi családjainkat, és meg tudja őrizni nemzetünket is. Nagyon fontos a megújulás üzenete. Szent István király mert újítani, mert az embereket a jövő felé terelni, hangsúlyozta a plébános. Azt gondolom, hogy ezen a mai ünnepen nekünk egyénileg, családjainknak is, és a nemzetünknek is nagyon fontos, hogy nagy-nagy bizalommal tekintsünk a jövőbe, az alapokhoz, a kősziklához, a hitünkhöz, hagyományainkhoz ragaszkodjunk, de merjünk ezekben megújulni, és merjük ezeknek az aktualitását a mai világnak felmutatni. A kenyér szimbolikus jelentésére utalt köszöntő beszédében a püspöki irodaigazgató, székesegyházi plébános. A mindennapi kenyeret merjem megosztani másokkal, azaz az életemet merjem megosztani másokkal, merjek áldozatot hozni a családomért, a rám bízottakért, azokért, akikkel egy közösségbe tartozok. Az ünnepi műsor végén Máger Róbert megáldotta a kenyeret, és az ünneplők megkóstolhatták az idei augusztus 20-ai ünnepi kenyeret. A megemlékezés után Szent Mise következett a pécsi székesegyházban.